Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit szeretettel a CÖF aktuális sajtótájékoztatóján. És nagyon röviden szeretnék annyit mondani, hogy egy petíciókról lesz szó a mai sajtótájékoztatón. Ezzel kapcsolatban a szóvivőnk és egyben a jogi kabinet vezetője, ifjabb Lomnici Zoltán vagy jelenlőnknek a petícióval kapcsolatos legfontosabb információkat és háttérkörülményeket. Úgyhogy át is adom a szót a Zoltánnak. Tisztelettel köszöntöm Önöket, és annyit szeretnék előjáróban elmondani, hogy a petíció tekintetében most még itt a sajtótájékoztató elején talán nem zökkentem ki a beszélgetésünk, illetve a tájékoztató menetét. Azt mondom, hogy még egy plusz témát is a CÖF-CÖK a vezetése kérésére be fogok illeszteni egy rövid témát, és ezzel kapcsolatban egy nyilatkozatot fel fogok olvasni, de valóban a fő mondani való az az Európai Parlament Petíciós Bizottsága részére megküldendő petíciónkról szól, amelynek az a lényege, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete és más nemzetközi organizációk becslései alapján 2014 óta több mint 15 ezer migráns és menekült fulladt be a földközi tengerbe, miközben megpróbáltak Európába átjutni, és amely kialakult helyzet és gyakorlat kétségtelen tény, hogy humanitárius katasztrófát idézett elő. Véleményünk szerint a Frontex az ilyen tragikus helyzetek tekintetében feladattal, felelősséggel bírt volna a tekintetben, hogy megelőzze ezeket a tragikus eseményeket, és hogy a lélekvesztőkön elindult emberek életét megmentse, egyben megvédje az európai közösség külső határát és az uniós emberek biztonságát. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy ártatlan emberek ezrei lelték és lelik halálukat a földközi tengerben amiatt, hogy az Európai Unió nem képes megvédeni a saját határait, és az elindult nyilvánvalóan többségében az embercsempészek által útnak indított emberek tömegeit nem képes még idejében megállítani, és ezáltal az Európai Unió területére történő belépésüket megakadályozni. Álláspontunkat számos tagállami vélemény alátámasztja. Ilyen szempontból mi hasonlóan gondolkozunk az olasz hatóságokhoz, és mi is úgy látjuk, hogy a földközi tengeren működő NGO hajókkal vagy külföldről finanszírozott civil szervezetek által működtetett hajókkal, illetve migránsmentő eszközökkel kapcsolatban átláthatósági és nemzetbiztonsági jelentőségű, jellegű agályok merülhetnek föl. E körben utalni kívánunk egyébként már arra is, hogy időközben Olaszországban egy magatartási kódexet kellett elfogadniuk ezen civil szervezeteknek. Mindezek alapján úgy gondoltuk, és úgy gondoljuk, hogy bár az Európai Parlamentben a Nyílt Társadalom Intézet által kiadott lista alapján van 226 olyan EP képviselő, aki ennek az intézménynek, illetve Soros Györgynek szoros szövetségesi hálójában, kapcsolatrendszerében részt vesz, és ezen a listán megtalálható, amelyet maga egyébként a Nyílt Társadalom Intézet bocsátott ki. Ennek ellenére azt gondoljuk, hogy lehet és kell, hogy legyen az Európai Parlamentben szándék ennek az egész problematikának a felgöngyölítésére. Mindezek alapján tehát arra kérjük a petíciós bizottságot, hogy vizsgálja ki az egyébként az önök számára rendelkezésre bocsátandó petícióban a fentieket részletesen kibontó kérdés és köröket, illetve
a részletesen kibontott problematikát, amelyet a petíciónkban megfogalmaztunk, tegye vizsgálat tárgyává. Először is ugye az Európai Parlament petíciós bizottsága, és hogyha van rá lehetőség, a teljes plenáris ülés. A másik téma az időközben vált aktuálissá. Ha megengedik, ezzel kapcsolatban ismertetem a CÖK a vezetőségének álláspontját és állásfoglalását. A nyilatkozatnak a címe nem csak Simicska okoz botrányt, hanem a Simicska média is. Már az sem igaz, amit az Index kérdez. Az egész magyar média tele van Simicska Lajos botrányos viselkedésével, amely az alapvető emberi értékeket sem tartja tiszteletben. A nagyvállalkozó internetes hírportáljaként bemutatott Index erkölcsi elvei sem térnek el jelentősen az említett oligarcháitól. Az Index tudósításait sok ezren olvassák annak reményében, hogy az ott szereplő információk a valóságot tükrözik. Egy néhány nappal ezelőtti közszereplésről történt beszámoló alapján azonban végleg világossá vált számunkra, hogy az Index szándékosan torzít, tényekkel köszönő viszonyban nem lévő információkat közöl. A Csömöri Művelődési Házban megtartott fórumról készült tudósítás kapcsán, ahol szervezetünk jogi kabinetvezetője, jó magam is, előadást tartott, időközben kiderült, hogy az Indexben megjelent vonatkozó gondolatok a rendezvényen bizonyíthatóan nem, vagy nem a leírt formában hangzottak el. Miután a fentiekről az Index főszerkesztője, Tóth Szenesi Attila tudomást szerzett, csupán annyit reagált, az újságíró szakmai kérdéseket kérem hagyja ránk. Álláspontunk szerint legitim felvetés, hogy az ilyen hozzáállás mellett a felelős szerkesztőkre etikai kérdéseket rá lehet-e egyáltalán bízni, már nem is beszélve a cikket fabrikáló újságíróról. Közszereplőként a kritikát tűrnünk kell, de hisszük, hogy a közvéleménynek tudnia kell arról, ha egy sajtóorgánum nyilvánvaló valótlanságokat tesz közzé, mert álláspontunk szerint ebben az esetben a hírportál olvasásával töltött minden perc az életünkből elvesztegetett idő. A legcsekélyebb reményünk sincs ugyanakkor arra, hogy a mellesleg álláspontunk szerint bűncselekményt is megvalósítható cikkkel kapcsolatban a sérelmeket orvosolják. Ez majd esetlegesen a hatóságokra marad, de szeretnénk, ha tudná a tisztelt olvasó, hogy mire számíthat akkor, amikor az Indexet olvassa. Ma már az is nyilvánvaló, hogy az N1 TV, az Alfa Hír, a Hír TV és az Index, valamint a többi hasonló médium kéz a kézben járnak és hasonló módszereket alkalmaznak. Ennek keretében példának okáért az N1 TV a CÖFCÖK a irodájába hivatlanul berontva beszélgetésnek álcázott interjút készített a szervezet elnökével, a Hír TV munkatársa egy konferencián szintén hasonló módszerrel rögzített egy interjút távoli kamerafelvétellel. És most legutóbb az Index munkatársa nem merte felfedni valódi szándékát. És mindeközben az Index a fai kártyát húzza elő, az Alfa Hír teljesen más irányvonalat követ, de ahogy mondani szokás, összenő, ami összetartozik. Az Alfa Hír tekintetében bemutatnék egy dokumentumot, amely egyértelműen jól jelzi, hogy milyen szemlélet uralkodik az Alfa Hírnél. Ez a cikk a mai napig fönn van, a miniszterelnöki megbízott asszony tekintetében antiszemita áthallású címmel ír beszámolót. Miközben a párt elnöke a magyar zsidó közösséget ünnepein köszönti, mindaközben
a közelálló médiumokon ilyen cikkeket lehet olvasni. Mindezeken túl az állításaink alátámasztására egy táblázatot készítettünk, amelyben pontosan rögzítjük, hogy az Index vonatkozó cikke milyen állításokat tesz, és ennek milyen cáfolatait tudjuk rögzíteni. Itt vannak kisebb és nagyobb pontatlanságok, csúsztatások és konkrét valótlan állítások. Megítélésünk szerint, ahol ilyen módon elveszítette a kontrollt az újságíró és a szerkesztő, ott alapvető gondok vannak, és azt kérjük Simicska Lajostól, hogy tegyen rendet az érdekeltségeibe tartozó médiumokban, vagy a hozzá közel álló sajtóorgánumokban. Ezt a mellékletet természetesen szükség szerint az önök rendelkezésére bocsátjuk. Nagyon szépen köszönöm. Jó magam az első témához, tehát az Európai Bizottság petíciós bizottsága felé a beadandó petíciókkal kapcsolatban szeretnék néhány háttérmegjegyzést tenni. És talán nem lesz meglepő, hogy elsősorban Soros Györgyel kapcsolatban tekintettel arra, hogy ahogy az Zoltán említette, ugye a földközi tengeren mintegy 15 ezer migráns veszítette életét, és itt ugye hogy kik a felelősök, itt az igazi kérdés, és a felelősök egyik részét nyilvánvalóan az embercsempészekben találjuk meg, míg a másik oldala ezek a bizonyos NGO-k, amelyek hát lényegében véve most már eléggé egyértelműen felemás vagy visszás, és időnként törvénytelen tevékenységet folytattak, összejátszottak az embercsempészekkel. Kik ezek az NGO-k? Ki van mögöttük? Ugye az igazi kérdés. Persze sok mindenki áll mögöttük, de ma már eléggé egyértelmű tény, hogy Soros György világszinten globálisan kiterjedt hálózata NGO-i ebben a folyamatban, ebben a rendkívül sajnálatos folyamatban, amiben ezrek halnak meg, hát komoly szerepet játszik. Éppen ezért én ahhoz szeretnék néhány adalékot fűzni, hogy Soros Györgynek még talán kevésbé ismert vonásait behozzam a közvéleménybe, a köztudatba. Ugye van a Soros Györgynek ez a 2015-ben a Bloombergnek adott interjúja, két alapmondat, amiben meg is mondja, hogy terve van. Ugye most utalok a jobb baloldali kritikákra, hogy Sorosnak nincs terve. Ezt gyorsan felolvasnám felvezetőként. Soros, tehát 2015-ben azt mondta, Orbán a nemzeti határok védelmét tekinti célnak, a menekülteket pedig akadálynak. A mi tervünk, mondja Soros György, a menekültek védelmét tekinti célnak és a nemzeti határokat akadálynak. Ezt mondhatjuk, hogy egy pár kérdésre, de itt le is tudunk zárni. További adalékok. Az infodirekt.at nevű portál írt arról nemrég, hogy az osztrák és német menekült táborok üzemeltetését egy ORS nevezetű svájci cég végzi, amelyben többségi tulajdonos a Barclays Bank, a Rothschild dinasztia fő bankja. Soros György a Rothschildokhoz ezer szállal kötődik, ez jól tudható, és Európa migránsokkal való elárasztása pedig nyilvánvalóan a európai nemzetállamokat gyengíti. Tehát egy újabb adalék a Soros féle érintettség kapcsán. Itt említem meg, hogy a petíciók aktualitását és hát hitelességét, illetve más irányú hitelességét is bizonyíthatja, hogy a radikális olasz párt a Forza Nova szerint a migránsokat Olaszországba szállító civil szervezetek többségét Soros György finanszírozza, ezért úgy döntöttek, hogy feljelentik a milliárdost. Meg is történt ez a feljelentés időközben, amelyet a párt szicíliai jogászokkal karölt vetett meg, és már vizsgálják a peres eljárás következő lépéseit. Ebben a feljelentésben foglalkoznak tehát ezzel a bizonyos nagyon komoly és nagyon veszélyes hát migráns menti, idézőben migráns mentéssel, másfelől pedig az ezzel összefüggésben lévő konkrét terrorveszéllyel, amit a migráció okoz, a terroristák beszivárgása miatt, akár már az itt lévő migránsok radikalizációs veszélye miatt is tették a feljelentést. Most
Egy következő mozzanat, amit talán kevéssé ismer a közvélemény, hogy Soros György egy elítélt személy. Tehát érvényes bírósági ítélet van érvényben vele szemben. Mégpedig 2002-ben Franciaországban Sorost elítélték a Société Générale, francia pénzügyi óriás cég részvényeivel kapcsolatos bennfentes kereskedelemért. Két évet kellett volna Sorosnak rácsok mögött eltöltenie, és 2,9 millió euró pénzbüntetésre is ítélték. A spekuláns egyébként fellebbezett, de a Párizsi Feljaviteli Bíróság 2005. március 24-én megerősítette az elsőfokú ítéletet. Soros ezután az ügyét a Strasbourgi Emberjogi Bíróságig vitte, iszonyatosan jól felkészült jogászokkal, azt talán mondanom sem kell, de lássuk csodát, 2011-ben elvesztette a keresetét ezelőtt a bíróság előtt is. Igaz, a bírák a döntést 4-3 arányban hozták meg, de mégiscsak veszített az Emberi Jogi Bíróság előtt. Az ítélet, ez a végső ítélet leszögezte, hogy Soros egyértelműen tudott arról, hogy szupergazdag francia befektetők egy csoportja meg akarta vásárolni a Société Générale-t. Tehát Soros György egy jogerősen elítélt ember, akit bármelyik országban le lehetne tartóztatni, de úgy látszik, hogy Soros György törvények felett áll azóta is. És ez ő szerinte tényleg így is lehet, hiszen úgy tűnik, hogy Soros György Istennek képzeli magát. Ugyanis, és erről is kevesebb szó esett a közvéleményben, néhány nyilatkozata ezt egyértelművé teszi. Saját magát gyerekkor óta messianisztikus fantáziákkal megáldott emberként mutatja be könyveiben. Máshol arról beszél, hogy úgy tekint magára, mint az ótestamentum istenére, aki láthatatlan, jóságos, de mindent lát. Máshol azt mondja, úgy gondolok magamra, mint egyfajta istenre, vagy mint gazdasági reformerre, amilyen Keynes volt, vagy ami még jobb, olyan tudósra, mint Einstein. Az Independentben Soros így fogalmazott. Sajátos betegség ez. Amikor valaki azt képzeli magáról, hogy egyfajta isten, mindennek a teremtője. De már megbarátkoztam vele. Amióta elkezdtem kiélni a valóságban, mondta ezt az Independentnek. Soros egyébként nem véletlenül tekintheti magát egyfajta istennek, hiszen kolosszális méretű vagyonával, amely 24,5 milliárd dollárra becsülnek, és amelyen a Forbes listája szerint a 16. leggazdagabb ember az Egyesült Államokban, óriási befolyást gyakorolhat az emberek életére és gondolkodására. Ennek érdekében mindent meg is tesz. Az Open Society Foundation-t, a Nyitott Társadalom Alapítványt mintegy 1 milliárd dolláros vagyonnal hozta létre, azt tűzve ki célul, hogy a világ 39 országában szerezzen befolyást és határozza meg az országos folyamatokat. Ha jobban belegondolunk, ez már komoly globális befolyásnak tekinthető, amely globális törésvonalakat hoz létre. Egyedül azonban mindezt végig is képtelen lenne megtenni, bármennyire is szeretné. Nyilvánvalóan mögötte állnak a nála is nagyságrendekkel gazdagabb dinasztiák, amelyek között első helyen kell említeni a Rothschild családot, és annak felfoghatatlan mértékű osztatlan vagyonát. Soros az angol-francia Rothschild bankárcsoport frontembere, a külkapcsolatok tanácsának tagja, a külkapcsolatok európai tanácsának alapítója és korábbi igazgatója, melynek 270 tagja közül sokan az Európai Unió különböző volt és jelenlegi bizottságainak, testületeinek tagjai, vezetői, és nem kell mondani, hogy ezáltal Soros valós és intézményesen tetten érhető befolyást tud gyakorolni az Unió és a bizottság munkájára. Abszolút friss hír, ugyebár, hogy Magyarországgal szemben megindul egy vizsgálat, amit a LIBE, tehát az Emberi Jogi Bizottság kezdett el, és felkért néhány embert, mely személyek Sorosnak a, hogy úgy mondjam, a hálózatához tartoznak, ezt ma már látható, úgyhogy tudják arról a, hát amit már a Zoli is említett, arról 226 befolyásos személyről van szó, akiket a Soros Birodalom olyannak tart, akik a kezükben vannak. No, ezek közül többen jelen vannak ebben a bizonyos bizottságban, amely Magyarország demokrácia helyzetével, emberi jogi helyzetével foglalkozik. A zárásul, és kicsit elméletileg annyit még, hogy végül is milyen világot képzel el Soros György és a mögötte álló bankárdinasztiák sora? Itt szerintem hat elemet emeljünk ki gyorsan. Az első, a nemzetek, nemzetállamok és határok leépítendők helyette egy globális piaci alapon működő világ nemnek kell létrejönni. Második,
A hagyományos nyugati kultúrának le kell épülnie, mert a tradíciói gátolják a globális pénztőke céljait. Ebből fakadóan meg kell szüntetni a hagyományos családmodellt, s helyette új nemi identitások kellenek, a keresztény vallást fel kell oldani más vallásokkal, való egymás mellett élésében és az azokkal való keveredésben. Harmadik. Létre kell hozni egy nemzetek feletti szuperföderális európai birodalmat, közös gazdaság, adó, társadalom és szociálpolitikával. Negyedik. A migrációs folyamatot fel kell erősíteni. Kulcskérdés, hogy ne csak menekültek, hanem immáron gazdasági bevándorlók is szabadon jöjjenek Európába, és ezzel megvalósuljon egy kevertfajú, etnikumú és vallású új Európa, nevezhetjük Eurábiának is. Ötödik. Engedélyezni kell a drogok használatát. És végül hatodik. Létre kell hozni egy kozmopolita világpolgárságot, amely készséggel követi a globális intézmények irányítását és új eszméit. Úgyhogy a 21. században pontosan a Soroshoz köthető globális elitkörök működésének következtében egy új, komoly törésvonal jött létre a Európában és azért egy kicsit a világ egészében, méghozzá a globális piac és a nemzetállamok, a nemzeti szuverenitás közötti törésvonal, ennek lehetünk a szemtanúi, és ebben a folyamatban egy nagyon fontos és nagyon kiemelkedő elemet képez a migráns áradat Európában való irányítása, és ezáltal az európai nemzetállamok legyengítése, egy központi, központosított hatalom létrehozása, azokkal a célokkal szoros összefüggésben, amiről itt a korábban már említést tettem. Tehát amiről mi itt beszélünk, az a 15 ezer áldozat, az egy amögött egy Soros és más pénzügyi elitek által képviselt világ megváltoztatási törekvés áll. Köszönöm szépen a figyelmüket!